A távfűtés hivatalosan október 15-én indul, de Tatabányán a Tészol ZRT készen áll arra, hogy a lakók igénye esetén már most elindítsa a fűtést. Szeptember 15-től minden épületünk fűtési készenlétben van, és igény szerint el tudunk indulni a fűtéssel. Az üzletszabályzatunk szerint, ha 15-2 foknál hidegebb a napi átlaghőmérséklet 3 napon keresztül, akkor a fűtést elindítjuk a lakóépületekben és az összes intézményben, vagy ha egy napnál tovább 10 foknál hidegebb a napi átlaghőmérséklet, ezen túl bárkinek az igénye szerint, bármilyen lakóközösségnek az igénye szerint képesek szolgáltatni a fűtést. A társasházak lakói a fűtés igényét a közös képviseleteken keresztül jelezhetik a Tészol ZRT e-mail címére küldött cégszerűen aláírt levélben. 21 órán keresztül fogadjuk az ilyen jellegű igényeket. Arra kérjük a közösségeket, hogy próbálják megegyezni abban, hogy a szolgáltást mikortól kérik, és ennek függvényében elindítjuk igény szerint egy egybehangzó nyilatkozat esetén a szolgáltást. A városban mindenhol tudunk szolgáltatni, folynak karbantartási munkálatok, ami a fűtést nem befolyásolja, bárhol igény szerint be tudunk fűteni. Meglátásunk szerint nem lesz olyan hideg, az idő melegszik, a múlt hét hűvösebb volt, a következő hétre kellemes őszi idő várható, 21 fokos napi csúcshőmérséklettel, éjszaka olyan 10-11 fokos hőmérséklet várható, tehát nem indokolná semmi a fűtési igény, de ha igény van rá, akkor természetesen fűtünk. Amennyiben az időjárás szükségessé teszi, az üzletszabályzatban előírtak szerint a Tészol ZRT minden további intézkedés nélkül is elindítja a fűtést.